Amit láttok, az már történelem. Itt van az összes iPad egymás mellett, összesen 5 generációról és 2 altípusról, tehát 7 gépről beszélünk. Meg egy MacBook Pro-ról, amiről majd még később lesz szó. Az elmúlt években a gépek könnyebbek lettek, nagyobb felbontású kijelzőt kaptak, és sokkal erősebb lett a hardverük, a teljesítmény 10-szeresen nőtt az első modell óta. Ez a különbség nem jön ki, ha csak a boot időt vizsgáljuk. A degunalmas várakozás közben vegyük át, hogy a baloldali első generációs iPad még csak 3,5 éve ezelőtt jelent meg a piacon, míg az Air és a Retina Mini alig néhány hete. Ahogy azt várni lehetett, ebben a versenyszámban a két A7-es processzorral szerett újdonság végez a leggyorsabban, ezeknek mindössze 20 másodpercig tart a start, a harmadik legfürgébb az első és a negyedik generációs iPad volt, mindkettő 27 másodperc alatt építette fel magát. Utána már egymás után villantak fel a kijelzők, jött a második generáció, meg az első mini, utolsó helyezett a harmadik generációs iPad lett, az első retinás modell, amivel eléggé megszenvedett az A5X processzor. De nem ez a lényeg, hanem a Geekbench teszt. Jól látszik, hogy az egymagra jutott teljesítmény 4 generáción át alig változott, mára azonban már ez is 7-szeres lett, míg a rendszer összteljesítménye 12,5-szeresen nőtt. Ez meg már elég ahhoz, hogy az Air lenyomja a 2,4 GHz-es Core 2-essel szeret 2010-es MacBook Pro-t.